hogyha azt valaki másnak adjuk tovább. Amikor különböző logók, ikonok, rajzok, személyes dolgok vannak ezeken a... Mik ezek a műanyagok? Korzettek. Korzettek. Ezeken a korzetteken. Pusztán ennyi? Pusztán a személyesség az, ami segít? Nem. És ez nagyon jó, hogy ezt észrevetted meg, hogy valóban ez már egy elfogadást jelent. Azt jelenti, hogy a gyerek valóban megbarátkozott egyébként egy rendkívül mostoha kezeléssel. Többnyire a gerincfeldülés, az idiopátiás úgynevezett ismeretlen eredetű gerincfeldülés, az lányokat érint. Nem tudjuk, hogy miért. 80%-ban lányokat, és pubertás korban lesz nagyon látványos. És akkor egy teljesen mit sem sejtve megérkeznek az ortopédiai vizsgálatra, ahol az ortopéd orvos közli, hogy ez gerincfeldülés, és tessék mostantól napi 22 órában egy műanyag fűzőt viselni, egy korzettet, meg gyógytornázni minden nap. Szerintem teljesen érthető, hogy egy éppen női esedő, éppen személyiségfejlődésen, személyiségváltozáson átmenő lány, mert többnyire mondom lányok, azt mondják, hogy ezt köszönik, ezt nem. És abban rengeteg munka van, hogyha elérünk, mert mindig sírással, ellenkezéssel, tiltakozással indul, azért a legtöbbször, és rengeteg munka van a gyerek munkája, a szülő és a szakemberek munkája, meg a közösségé, hogyha valóban olyan elfogadás lesz a végén, amit te is láttál, mert valóban egy kidíszített, kívülviselt fűző azt jelenti, hogy az a gyerek elfogadta ezt. Én a gyerekemnél, a lányomnál, a nagyobbik lányomnál azt nem tudtam elérni, hogy a mérhetetlen divatos cipőjéből egy számmal nagyobbat vegyünk, és azt az applikátot, amit bele kell rakni a luttapmaz, azt hordja. Volt minden. Hát akkor tapasztaltad, hogy hát borzasztó. Szóval, hogy... De ez el is volt dugva? Igen, de ezt meg nem lehet eldugni, és azt pedig mindig mondjuk, hogy ne rejtegessék, meg ne akarják eldugni, mert valami része mindig kilátszik, meg másrészt az attól lesz igazán feltűnő, hogy egy szorongás társul hozzá, és mindenki, azt gondolom, hogy mindenki azt gondolja, hogy van rajtam valami. Tehát muszáj kilépni vele a nyilvánosság elé, az osztályközösség elé, a barátok elé, a család elé, és elképesztő szeretet meg elfogadás kell ahhoz, hogy meg én azt is gondolom egy kicsit, hogy biztonságban kell, hogy legyen az a gyerek. A szülők szokták azt mondani, hogy a szülői biztonságban? Igen, tehát hogy egy érzelmi biztonságban, egy családi biztonságban lenni. A szülők szokták mondani, amikor egy-két év múlva véget ér a kezelés, hogy ők nem gondolták, hogy a gyerekük ennyire jó fej, és hogy ezt ennyire jól végigcsinálja. És akkor nekik szoktam mondani, hogy ők tették azzá, mármint hogy ilyen hősi, aki képes rá. Mert ha most őszinték leszünk, vagy őszinte vagyok magammal, én biztos, hogy nem hordtam volna egy fűzőt, nem tudom, ha bárkit megkérdezünk a környezetünkben akkor, vagy te hordtál volna, én dobtam volna ki az ablakom. Mert nekem nem volt szerintem olyan hátterem, amitől ezt el tudtam volna fogadni. És mit szól a többségi társadalom az iskolában ehhez? Hát, most ugye, már... mert hogy a gyerekek nem velünk vannak szülőben, a 80%-ban az iskolában. Egyre elfogadóbbak, meg ez is ugye a gyerek személyiségén múlik, tehát legtöbbször a gyerekek bár attól tartanak, hogy csúfolni fognak, meg kinéznek, meg tök gáz vagyok, de legtöbbször azt tapasztalják, hogy felnéznek rá, mert mindenki arra gondol belül, hogy én ezt biztos nem csinálnám. És egy ilyen plusz respekt lesz. Úgyhogy már látunk olyan videókat, ahol... Hát meg lehet rajzolni arra a műanyag nyavajára. Igen, meg csomó olyan videót látunk, például a tánccsoportot színpadon, ahol van egy korzettes tag. Ha valaki, egy csoport így lép föl, az milyen elfogadás? Az, hogy tudja az egész tánc együttes, hogy azt az egyet fogják nézni, meg találgatni, meg mi a franc van rajta, és mégis azt mondják, hogy ő így a teljes értékű tagunk. Az élet egyik legszebb kárpótlása az, hogy egyetlen ember sem tud segíteni őszintén a másikon, anélkül, hogy ezzel ne segítene saját magán is. Amivel én foglalkozom, tehát a mozgó. És az a gyerek, aki ezt az egészet mégsem csinálja. Azt kockáztatja... Előfordult már? Hogyne. Meg nagyon sokan. Szerintem többen nem tudnak vele megbirkózni, mint amennyien igen. Mert mi ugye mindig őket mutatjuk, akik táborokba járnak, meg közösségben, meg kívülviselik. Azt kockáztatja, hogy nem tudjuk megmondani ebből a sok ismeretlen faktorból, hogy romlik-e majd a gerincferdülésük. És ha romlik, akkor az műtéti kezelést von majd maga után, meg egy nagyon súlyos állapotot, tehát ott már ugye a törzs egészen komolyan elváltozik, nem csak kis aszimetria, meg egy kis alig észrevehető elváltozás van, hanem megjelenik egy nagyon komoly bordadeformitás, egy akár extrémen össze
összement felsőtest, és hát nagyon csúnya. Mi azt adjuk nekik, az alapítvány, vagy az én munkám, én nem gyógytornász vagyok, tehát én nem tornázom velük, de mi a közösséget adjuk nekik azt az érzést, hogy nem vagy egyedül. Mert kezdetben azért ezeknek a fűzős gyerekeknek ez a legnagyobb problémájuk, vagy akár egy gerincműtét álló gyereknek is, hogy a körzetében nem talál olyat, aki ugyanezzel küzd. És azért úgy nehéz bátornak lenni, hogy én vagyok egyedül a suliban. Úgyhogy közösséget adunk nekik, információt, intellektuális megértetést, mármint ezt, hogy elmagyarázzuk, hogy ezért kéne megpróbálni, rengeteg figyelmet, szeretetet. Mi van azokkal a gyógyult betegekkel, akik elhagyják a korzettet? Hát szerencsére reméljük, hogy egy nagyon jó emlék lesz nekik, és ilyen sokakkal találkozunk már. Tényleg én most már 15. éve csinálom ezt, úgyhogy most már tényleg igazán felnőttek, akik akkor gyerekek voltak. És nagyon helyesek, mert sokan meghívnak az esküvőjükre, nagyon sokan, ami jellemző, hogy segítőpályát választanak, nem felejtik el, hogy egyszer korzettes gyerekek voltak, és ez azért fontos, mert teljesen mindegy, hogy milyen pályát választanak végül, de ez az érzékenység, ez megmarad bennük, hogy egyszer nekem sem volt olyan jó, de ott álltak mellettem. Volt egy kislány, aki lobogása. Valószínűleg úgy van, hogy ezek a gyerekek nem szembesülnének normális esetben egy ilyen problémával és egy ilyen nagy feladattal, amiben magukat kell átlépniük. Ezt nagyobb idősebb korban, amikor jobban fel vannak kiszöbbenet, nem tudom, hogy igazából, hogy mikor vagyunk mi felkészülve bármilyen problémára. Akár felnőttek, akár gyerekek vagyunk. Más emberek lesznek tőle? Felnőttebbek? Igen, és ez egy nagyon jó szemszög, amiből ezt te megtaláltad. Mi pontosan ezt mondjuk nekik, hogy a gerincferdülésükön ráadásul nem biztos, hogy tud változtatni egy fűző. Ez még egyébként egy külön mostoha szempont ebben a történetben. Tehát egy esély, meg kell próbálni, de nem ígérjük meg, hogy meggyógyulnak. És ugyanerre helyezzük, vagy mi is erre helyezzük a hangsúlyt, hogy azt megmutassuk nekik, hogy több leszel, más leszel, hogyha megpróbálod, hogyha a saját határaidon megpróbálsz átlépni, hogyha valamiről, amiről elképzelhetetlennek tűnt, azt megpróbálod, és a végén saját magadnak bebizonyítod, hogy képes voltál rá. Elképesztő erőt ad a gyerekeknek. Az másban is megnyilvánul, mondjuk akkor jobban kezdenek el németül tanulni? Vagy igen, vélhetően igen. Tényleg? Tehát, hogy magabiztosabbak lesznek, ad egy plusz önbizalmat, meg igen, azt szoktuk mondani, hogy ahhoz képest egy felvételi vagy egy szerelmi csalódás, az már nem vághat haza, úgyhogy, igen. Úgyhogy mások lesznek. Mindenki boldog, borzasztó boldog, hogy van segítség is.